Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Surrenund Hillary az első, aki felmászott a Mount Everestre, kérem szépen. Mindegy, 67 vagy 69 évvel ezelőtt? Mindjárt. Aztán 67, úgy rémlik. Nézem, de... pontosan 67 évvel ezelőtt volt, igen. Tenzing Norgay Sherpával egyetemben tették meg ezt az utat, ezt a teljesítményt, és azt mondta egy alkalommal, hogy vannak emberek, akik a saját kárukon sem tanulnak. Én is ezek közé tartozom. Hát ez egy őszinte kijelentés. Én is, és ez meg hát szerintem mindenki valahol bizonyos helyzetekben ezt elmondhatja magáról, még akkor is, hogyha próbál erre figyelni és hasznosítani a negatív tapasztalatokat is, de tök jó, hogy ezt ő ilyen őszintén kimondta. És igen, és hát biztos, hogy tanul, meg biztos beépítette a kudarcokat, csak itt a folyamatos újrapróbálkozás és az az akarat, ugye, hogy már pedig meg tudom csinálni, inkább az húzódik igen. Itt a dolog mögött. Még aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Figyelj, itt nagyon gyorsnak kell lenni. De ha én tudtam, igen, ezt már eljár a kezem, tudom. Na jó, megyünk tovább. Ismét egy díjazottal fogunk beszélgetni. Fischer András, az OTP Bank Retail Innováció főosztályvezetője, az OTP Lab vezetője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát Best Financial Innovation Labs díj egy pár héttel ezelőtt, úgyhogy még teljesen friss, bárhová tettétek is, melyik polcra, szekrénybe, az nem régóta van ott. Mit jelent ez? Kiket díjaznak? Miért pont ti kaptátok? Igen, ez annyira új, hogy még nem is tudtuk kitenni, de ezt a magazin azoknak a pénzügyi innovációs központoknak adja, akik folyamatosan új utakat keresnek, új megközelítéseket alkalmaznak pénzügyek világában. És hát különösen nagy elismerésnek tartjuk, mivel tavalyi év után másodjára is megkaptuk ezt. Nagyon büszkék vagyunk rá. Gratulálunk, és azért elég rangos volt a mezőny, szerintem azt még említsük meg, ugye 30 olyan világcég innovációs központja között kaptátok el, egy egyetemben nyertitek el, mint például a Barclays, a Boston Consulting Group, a Citibank, Commerzbank, PayPal, UBS, Wells Fargo, szóval egy nagyon-nagyon illusztris társaságban kötöttetek ki, úgyhogy ez tényleg azt mutatja, hogy ez egy kimagasló eredmény a munkátok. Így van, nagyon köszönjük szépen, és hát itt Kelet-Közép-Európában összesen három cég kapta ezt meg, úgyhogy valóban egy nemzetközi mezőny indul minden évben ezért a díjért. Uh-huh. Mit csinál egyébként az OTP Lab? Tehát itt mi a lényeg, illetve mondjuk ez hol helyezkedik el az OTP struktúráján belül? Az OTP Lab-et három évvel ezelőtt hozta létre a bank, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a bank, illetve a bankcsoportnak a versenyelőnyét elősegítse, illetve biztosítsa. Mi az OTP bankon belül foglalunk helyet, azon belül is a lakossági bankban, de a teljes banknak, illetve hát most már egyre inkább mondhatom, hogy a bankcsoportnak, tehát nemzetközi szinten is igyekszünk támogatást nyújtani. És hát mint egy ilyen innovációs terület, most jelen állapot szerint négy fő tevékenységünk van, ezeken a tevékenységeken keresztül adunk különböző információkat, eszközöket, ha kell pénzügyi segítséget, vagy akár fizikai helyszínt is a kollégáknak, és hát az a célunk, az a küldetésünk, hogy a kollégákat helyezzük az innováció középpontjába, ők legyenek az ötleteknek, az innovációnak a motorjai, mi pedig, ahogy mondtam is, ehhez adunk mindenféle különböző támogatást. Uh-huh. Mit jelent egyébként ez a nemzetközi szerepvállalás egész pontosan? Hát ugye az OTP ez 11 országban van jelen, uh-huh. És de talán egy lépésre visszamegyünk, ugye az említett négy fő tevékenységünk, azok egyrészt
belső innováció, amit innovációmenedzsmentnek hívunk. Itt a bankon belül üzemeltetünk egy úgynevezett ötletportált, ahol különböző témákban gyűjtjük a kollégáknak az ötleteit, javaslatait, és azokat utána segítünk megvalósítani. A második fő láb az az a külső innováció. Erről még például tavaly évben már beszélgettünk, hogy van egy több éve működő startup programunk, úgyhogy ilyenkor szintén a bank különböző szakterületei által megfogalmazott témákra, kihívásokra keresünk olyan technológiai vagy új üzleti megközelítéssel rendelkező startupokat, akikkel érdemes együttműködni. A harmadik láb az a banknak az innovációs bankfiókja, ahol az ügyfelekkel közösen igyekszünk új megközelítéseket, folyamatokat, vagy akár eszközöket tesztelni. És hát a negyedik láb, ami a legújabb lábunk, ezt tavalyi évben indítottuk el, ez a robotizáció. Úgyhogy igazából ez a négy láb az, amin keresztül igyekszünk támogatni a bankot. Az első kettő között milyen az arány, tehát, illetve változik-e? Tehát, hogy elsősorban a bankban fölmerülő ötleteknek a becsatornázása a fontos, illetve bizonyos területekre a legjobb kívülről érkező ötleteket, innovációkat behozni. Egyáltalán lehet-e egy súlyt meghatározni, vagy pedig ez mondjuk változik az évek múlásával, vagy akár a banknak a stratégia ezzel kapcsolatban változik, vagy pedig mondjuk a piaci helyzet függvényében módosul? Igazából nehéz volna pontos arányszámot meghatározni, mindig az adott téma, az adott felvetés szabja szerintem meg azt, hogy házon belül szeretnénk a szürke állományt megmozgatni és begyűjteni az ötleteket, vagy pedig azt gondoljuk, hogy bankon kívül keresgélünk, de általában a kettőt vegyítjük. Nem gondoljuk azt, hogy mindenre tudjuk feltétlenül mi a jó megoldás, úgyhogy mindig igyekszünk nyitottan állni, és a létező legszélesebb spektrumról meríteni. Nyilván néha jobb egy külsős, friss szemlélet, és esetleg ő adhat hozzá, gondolom, a folyamatokhoz. Így van. Uh-huh. És hát azért az a tapasztalatunk, hogy ez egy úgynevezett win-win mindkét uh-huh. számára. Nagyon sokszor egy viszonylag kezdő stádiumban lévő vállalkozásnak van egy jó terméke, amit már adott esetben azért egy-két helyen tesztelt is, vagy akár piacon is van, de még azért nincs az a fajta több tíz éves tapasztalat, illetve hát az a fajta rutin, ami azért egy nagyon-nagyon szabályozott és szigorúan felügyelt iparágban szükséges ahhoz, hogy tényleg piacképes megoldást nyújtsanak. Mindjárt beszélgetünk a robotizációról is, mert ez rémizgalmasan hangzik egy banknál, mit lehet ez alatt a fogalomkör alatt érteni. De a külső innováció kiemelt pilléreként ugye az OTP Startup Partnership programról is váltsunk pár szót, már csak azért is, mert annak apropója van, hiszen pár nappal ezelőtt volt az úgynevezett Demo Day vagy Demo Napja ennek a programnak, amikor is bemutathatták a teszt eredményeiket, az elmúlt hónapokban zajló tesztidőszak eredményeit a résztvevők. Mit kell erről tudni? Hányan voltak? Mit hoztak? Hogyan zajlott? Így van, hát május 20-án ért véget a harmadik startup programunk, és hát örömmel mondhatom, hogy most már egy 3 éves növekvő trendről beszélgetünk nagyon sok tekintetben egyrészt. Egyrészt a harmadik programba érkezett a legtöbb startup jelentkezés, a legtöbb üzleti témát idén fogalmazták meg, és a legtöbb OTP és ország is idén vett részt. Tehát Magyarországon kívül további 5 ország adott be témákat, úgyhogy ilyen szempontból szerencsére tud növekedni a program. Konkrétan 56 országból jelentkezett idén 370 startup vállalkozás. Azért ezekről érdemes tudni, hogy ezek nem kezdő vállalkozások, hanem mindegyiknek már olyan terméke vagy szolgáltatása van, ami már kiérlelt és a piacon van valamilyen formában. Aha. És hát ebből a számos jelentkezőből hívtunk meg végül 13 céget a programba, akikkel egy ilyen 3 hónapos nagyon intenzív, szoros tesztprojektet hajtottunk végre. Hát gondolom senkit nem lep meg, hogy ezt a programot pont így félúton érte a koronavírus okozta helyzet, de
azt szeretném elmondani, hogy részben a startupoknak, részben a kollégáim elkötelezettségének és dedikáltságának hála, egyáltalán nem kellett kompromisszumokat kötnünk ebben a programban, úgyhogy nagyon jól végig tudott menni. Tehát 13 cégből 10-nél tulajdonképpen változtatás nélkül az eredeti célkitűzéseket tudtuk végrehajtani. Mindössze 3 ilyen cég van, akiknek a projekt befejezése az egy picit ki fog tolódni. Uh-huh. És hát nyilván Demo-Day is ugye online zajlott, gondolom. Így van. Hát ez is egy ilyen első, igen. Mindig van egy első. Nagyon nagy érdeklődésre vesztem, több mint 1100 néző csatlakozott be ebbe az online élő közvetítésbe. És hát ilyenkor, mint egy ilyen demodén szokott lenni, minden startup egy nagyon rövid 3 perces úgynevezett pitch előadás uh-huh. keretében számolt az elmúlt 3 hónapnak az eredményeiről. Úgyhogy ez jelenti magának ezt a tesztelési időszaknak a végét, de hát a munka az nem áll meg. A most következő időszakban egyesével egyeztetünk ezekkel a mentor, illetve szponzor területekkel, akár itt Magyarországon, akár a külföldi kollégákkal, és akkor eldöntjük, hogy ebből a 13 cégből kik azok, akikkel folytatjuk a közös munkát, és újabb lépést teszünk az implementáció és a hosszú távú együttműködés irányába. Aha, meg lehet említeni közülük párat, hogy mivel foglalkoznak? Látom a Trust Chain, valahogy az mindenhol fölbukkan, ahol valamiféle menőzés van startup körülben, nagyon jól nyomják. Igen, ez is egy nagyon érdekes cég, és hát ugye nem meglepő módon a mostani helyzetben az ilyen online, digitális módon történő aláírás, aha. teljesítés, igazolás, digitális szerződések, ezek még inkább előtérbe kerülnek, hiszen a fizikai, illetve papíralapú folyamatokat most ugye mindenki próbálja háttérbe szorítani, úgyhogy valóban ők voltak az egyik cég, akik részt vettek. Hát talán még egy másik cég, aki szintén ebben a mostani helyzetben különösen izgalmas megoldást nyújt, az az Edgetier nevű cég, akiknek egy ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott megoldása van, ami a contact centerben dolgozó kollégáink munkáját segíti, aképpen, hogy a chat folyamatban intelligens módon felajánl válasz lehetőségeket, és ezáltal nagyon gyorsan, nagyon könnyűvé és gyorsá teszi az ügyfelekkel történő interakciót. Nagyon jó. Oké, térjünk vissza még a maradék időnkbe erre a bizonyos robotizációra. Szerintem a hallgatók közül is vannak, akik ezt most így hirtelen nem tudják hova tenni egy OTP vagy egy bank esetében, hogy mi lehet, bár gyaníthatóan itt robotizáció során valamiféle algoritmusokról beszélünk, amelyek segítik a pénzügyi folyamatokat, szolgáltatásokat. Így van, tehát itt nem fizikai robotokra kell gondolni. Tulajdonképpen a RPA-nek angolul ez a Robotic Process Automation-nek a rövidítése, és szokás nevezni ezt a technológiát. Ezt a legegyszerűbb úgy megfogni, hogy ezek virtuális alkalmazottak, akiknek értelemszerűen végtelen monitorizálástűrő képessége van, 24 órán át tudnak működni, és hát elsősorban standarden végrehajtható, nagy tételszámban, nagy volumenben előforduló manuális feladatoknak a kiváltására alkalmasak. Na melyek ezek egy banknál? Nagyon sok terület van, és egyébként nem csak bankoknál relevánsak ezek a robotok, de hát tipikusan back-office, háttérműveleti feladatok, számvitel, könyvelés, controlling, de akár a HR-re is lehet gondolni, hiszen minden egyes alkalommal, amikor egy új munkavállaló belép egy céghez, akkor azért viszonylag standard lépéseken keresztül kell őt onboardingolni, hozzáféréseket adni, létrehozni a munkavállalói azonosítást, e-mail címét, stb. Ezeket mind el tudja végezni egy szoftverrobot is. Aha.
Hát ez nagyon izgalmas, és milyen irányok bontakoznak ki, hogy merre felé mehet ez, ugye ez nagyon izgalmas, mesterséges intelligenciától kezdve a blockchain, az összes buzzwordot most elővehetnénk, ami nagyon menő, ezek tulajdonképpen a banküzemtomba mind valahova, valamilyen módon beilleszthetők, aztán a végén lesz valami nagy csuda. Milyen irányok látszanak, hol lehet ezeket még bevetni? Hát úgy, szerintem úgy érdemes közelíteni, hogy első sorban érdemes egy alapi infrastruktúrát kialakítani, ahol ezeket a robotokat fejlesztjük, teszteljük, és utána élesbe állítjuk, és utána, hogyha ez megvan, és ezeknek a robotoknak vannak már minden szükséges banki szoftverhez és rendszerhez hozzáférés, akkor utána ezeket mint egy-egy ilyen új réteg rá lehet építeni. Tehát például említetted a mesterséges intelligenciát, ezt is, hogyha már van egy létező folyamat, akkor ki lehet ezzel egészíteni, vagy akár lehet ezt a úgynevezett OCR, ez az Optical Character Recognition, tehát egy ilyen szövegfelismerő, papírról például szövegfelismerő megoldás, ezt is ki lehet egészíteni, és hogyha van egy olyan folyamat, ahol még az nem teljes mértékben digitalizált, akkor a papír alapú szövegeket is ezáltal be lehet vonni ebbe a folyamatba. De egyébként, hogyha már így a hozzáférésekről is beszélünk, akkor azért talán egy sztorit érdemes így megemlítenem, mert érdekes kihívások adódnak ezekkel az új típusú digitális munkavállalókkal. Ugye mondtam, hogy úgy érdemes róla gondolkodni tényleg, mint egy alkalmazottról. Így, amikor elindítunk egy új robotot, akkor ugyanúgy neki is kell dolgozói azonosítót, rendszer hozzáféréseket igényelni, és hát ilyenkor ugyanazon a standard folyamaton mennek végig, mint amikor egy normál munkavállalót veszünk föl, meg kell adni a születési dátumát, fényképet feltölteni, úgyhogy ez néha ilyen vicces szituációkat eredményez, például a kollégáim mondjuk 2019. december 15-öt beírtak születési dátumnak, hiszen hát akkor jött létre a robot, és akkor a rendszer ugye visszajött, hogy hát ez hibás, mert 18 év alatt... Kiskorú foglalkoztatása miatt a PTK-ba ütközik. Így van. Óriási. Hanem már csak az lesz jobb, ha egyszer csak valamelyik cigi szünetet fog kérni, vagy valami hasonló. Igen. Igen, hát szoktam nézni a kollégáimnak, hogy ki mikor megy szabadságra, és akkor mindig egy ilyen kis mosolyak konstatálom, hogy van egy-két munkavállaló, aki soha nem vesz ki szabadságot, és hát ezek a bizonyos szoftver robotok, mert ugye ők is megjelennek azonosítóval, meg névvel a felsorolásban. Igen, ez egy milyen csapat, és hogy működik? Tehát egy robotik, van egy külön robotos csapat, akik azonnal fejlesztenek, hogyha igény mutatkozik rá, mert azt valahol olvastuk, hogy például amikor hirtelen nagy teher zúdul a bankra, mondjuk akár külső hatást, amikor bevezetik a hiteltörlesztési moratóriumot, akkor ennek lehet jelentősége. Így van, abszolút. Van egy külön kis csapat az OTP Lab-en belül, akik alapvetően robotfejlesztőkből, illetve folyamat elemzőkből állnak. Ők azok a kollégáim, akik felmérnek egy folyamatot, és utána a fejlesztőkkel közösen kialakítják rá megfelelő szoftverrobotot. Nagyon jó példa, amit hoztál, ugye most a hitelmoratórium eredményeképpen számos ügyfelünk élt azzal a lehetőséggel, hogy nyilatkozott, hogy ő nem szeretne élni a moratóriummal, és erre nagyon gyorsan egy ilyen 2,5-3 hét alatt sikerült egy olyan robotot fejleszteni a kollégáimnak, amik emberi beavatkozás nélkül teljesen automatizált módon több tízezer ilyen nyilatkozatot dolgoztak fel. Úgyhogy valóban az egy nagyon jó példa vagy eset, amikor egy ilyen hirtelen jelentkező új folyamatra kell reagálni. Sok esetben egy robot az jó megoldás lehet. Oké, hát izgalmas, és további sok sikert kívánunk. Majd beszámolunk a további eredményekről, ahogy megtettük ezt eddig is. Köszi még egyszer a beszélgetést, szép napot, jó hétvégét. Szia, szervusz. Szervusztok. Fischer Andrással, az OTP Bank Retail Innováció főosztály vezetőjével, az OTP Lab vezetőjével beszélgettünk, és kérlek szépen, érkezett egy útinformáció Pétertől, 15. kerület régi Fóti út 46-nál most bontották fel az utat, egyik sávot lezárták, kerülgetni kell. Köszönjük szépen az információt.
és az előbbihez írja egy kedves hallgató, sajnálom, hogy a téma csak a fiatal munkavállalókról szólt, szerintem a középkorú munkavállalókra a tapasztalatok okán is szükség van, ezen emberek előnye még, hogy sokkal lojálisabbak, mint a fiatalok, ilyen témában is lehetne riport, írja Miklós. Igen, az a HR rovatunkba tartozó dolog, ugye itt egy konkrét programról, a fiatalok tehetségkutatásáról beszélgettünk, de az nem azt jelenti, hogy elhanyagolandó az idősebb korosztály. Mondjuk ezt úgy is, mint akik közelítenek ehhez, ugye nem mintha benne lennének, de már lassan minket is érint. Jövő héten lesz HR rovat, mert felvethetjük ezt a kérdést is egyébként. Igen, már felvetettünk annyi mindent, hogy szétveszíti a kereteit a HR rovatnak, úgyhogy lesz miről beszélni, úgyhogy szerintem az izgalmas lesz. Na, megyünk tovább. László Békati ismét híreket mond nektek. Közben a 0630-2010-909-re nyugodtan írjatok, akár utazási információkat, kérdéseket is, hiszen a következő órát a fapados rovatunkkal indítjuk, sőt, azt gyanítom, azzal is fejezzük be, középen lesz majd egy kis tőzsdézés, úgyhogy ez jön a hírek után, tartsatok velünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.